Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis falu a hegyek mélyén, ahol a legkülönfélébb törpék éltek. Ezek a törpék nem voltak átlagos lények. Mindenikük rendelkezett egy-egy különleges képességgel. Volt köztük egy, aki képes volt megszólaltatni az ásványokat, egy másik, aki a növényekkel tudott beszélgetni, és volt olyan is, aki az időjárást irányította. A falu békés életét egy nap megzavarta egy gonosz varázsló átka, aki irigykedett a törpék különleges képességeire. Az átok miatt a törpék képességei elkezdtek megváltozni, és nem úgy működtek, ahogy kellett volna. A növényekkel beszélő törpe például csak a gyomnövényekkel tudott kommunikálni, az időjárást irányító törpe pedig csak esőt tudott előidézni, napfény helyett. A törpék tudták, hogy csak együtt, összefogva győzhetik le a varázsló átkát. Így hát mindenikük a saját módján próbálta hasznosítani a megváltozott képességeit. A gyomnövényekkel beszélő törpe rávette a gyomokat, hogy támadják meg a varázsló kertjét. Az időjárást irányító törpe pedig annyi esőt idézett elő, hogy a varázsló várának alapjai meggyengültek. Végül a törpék összefogásának és kitartásának köszönhetően sikerült legyőzniük a varázslót, és az átok is megszűnt. A törpék képességei ismét a régi fényükben tündököltek, és a falu ismét békés és boldog életet élhetett. És ha nem haltak meg, ma is élnek, és mesélnek a bátorságukról és összetartásukról minden kisgyermeknek aki hajlandó meghallgatni őket. És így ért véget a történet a kis érdekes törpékről, akik legyőzték a gonosz varázsló átkát.